Jelenleg a magyar valóság teljesen más képet mutat, mint a kormány által elénk tárt szemfényvesztő propaganda. Miközben egyesek milliárdosokká, globális pénzügyi oligarchák hazai csápjaivá válnak, addig a hétköznapi emberek élettere beszűkül. Az alapvető megélhetés biztosításához egyre több ledolgozott munkaórára van szükség, a biztonsági érzet pedig napról napra csökken. Magyarország az új világrendet kiszolgáló és politikai védelmet élvező fehérgalléros bűnözők, valamint a patkánymódra szaporodó sáskahadak csapdájában vergődik. A digitális álmokfutásba pedig szisztematikus módszerekkel lépésről lépésre épül ki a modernkori rabszolgatartó társadalom. Amit néhány évvel ezelőtt sokan összeesküvés elméletnek gondoltak, az már módszeresen és húsba vágóan adagolja számunkra a hatalom. Rá kellett ébrednünk, hogy azt a magyar hazát, amelyet sok milliónyi hős egykor önfeláldozóan a mi jövőnk és a gyermekeink jövője érdekében a vérével és az élete árán is védelmezett, most az egyik napról a másikra elveszíthetjük. A jogos magyar önvédelem ideje ezért elérkezett. Ez nem egy lehetőség, hanem az egyetlen lehetséges jövőkép a számunkra. Ezért a Magyar Önvédelmi Mozgalom országos toborzókörutakat szervez a tavasz folyamán. Gyertek el a meghirdetett összetartásokra, vagy keressetek bennünket, és szervezzük meg közösen a helyi és térségi csoportjainkat. Találkozzunk május 19-én Baranya vármegyében, Mohácson, a Mi Hazánk irodánál, a Dózsa-György 25 szám alatt. Május 20-án pedig Somogy vármegyében, Kaposváron, 11 órakor, a Zárda utca 11-ben. Előtte 9 órakor pedig utcára vonulunk a Petőfi téren. Várunk szeretettel, védjük meg együtt az életterünket!